Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, megkezdjük rendkívüli ülésünket. Megállapítom a határozat képességünket. Kis István képviselőtársunk és Hámoréni Olár Mária képviselőtársunk jelezte telefonon távol maradását, illetve Rothoszki György képviselőasszony késését, többiek nem jeleztek, remélem időközben megérkeznek. A kiadott napirenddel kapcsolatban szeretnénk néhány módosítást tenni. Levételre kerülne a Török-Bálint város önkormányzatának stabilizációs programja című napirendi pont bizottsági javaslatok alapján. Levételre kerül a javaslat vízügyi építési alapszabályzatának elfogadására című napirendi pont ugyancsak bizottsági javaslatok alapján. Levételre kerül az önkormányzati ingatlan igénybevétele Pistály felső terület vízellátásának megoldásához című napirendi pont szintén bizottsági javaslat alapján. Visszavontam ezt az előterjesztést, levételre kerül a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása című napirendi pont tekintettel arra, hogy nincs még kiírt önkormányzati választási időpont, így tehát erről nem tudunk dönteni. Viszont felvételre kerül a javaslat a képviselőtestület 221/2014-es önkormányzati határozatának visszavonása című napirendi pont. Ennyi módosítás van. Van-e kérdés a napirendhez, Attila? Nekem lenne egy kérésem, hogy ezt a bizonyos pistálybusztus napirendet vegyük előre, mert jöttek Pistályból egy pár, hogy ne kelljen végigválni. Jó, természetesen előre fogjuk venni. Ez nem napirendi kérdés, ez a napirend sorrendjének a kérdése, Misi. Én nekem a napirenden kívül, napirend után lenne egy néhány kérdésem, erre szeretnék időt kérni majd. Jó, nem tárgyalt napirenden kívül lehet csak, mert napirenden szereplő kérdések között rendkívüli ülésen csak napirendről lehet tárgyalni az SMS szerint. Tehát napirend után azért... Napirend után lehet, napirenden kívül. Rendben, köszönöm. Van-e további? Akkor kérdezem képviselőtársaimtól, hogy ki az, aki az így elmondott napirend megalapításával, tehát levételekkel, fölvétellel egyetért, aki egyetért, azt szavaz igennál. Hét egyhangúan. Egy napirendi pontunk zárt ülésen van kiírva. Ezzel kapcsolatban a forgatókönyvben lévő határozatot kell a szokott módon meghoznunk. Ezt most külön nem olvasom el. Kemény Gyula volt önkormányzati képviselő temetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló napirend jóváhagyása. Én azt kérdezem, hogy ki az, aki jóváhagyja, hogy zárt ülésen tárgyaljuk Kemény Gyula temetésével kapcsolatos intézkedések jóváhagyását, aki egyetért vele, az szavaz igennel. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, mielőtt belekezdenénk napirendjeink tárgyalására, említettem már Kemény Gyula nevét. Ő az 1990-ben első alkalommal szabadon választott önkormányzat képviselőtestületének tagja volt. Tragikus körülmények között, hosszú szenvedés, de türelemmel viselt szenvedés után költözött el az örök hazába. Lassan úgy számolom, hogy az első képviselőtestület határozatképes lesz már rövidesen a túlvilágon. Én azt javaslom, hogy, és kérem, hogy emlékére egy percig álljunk föl és hajtsunk fejet előtte. Javaslatod alapján kérnem, hogy vegyük előre, lapozzuk fel a 10-es oldalát a forgatókönyvnek. Felvételre került a javaslat a képviselőtestület 221/2014-es önkormányzati határozat visszavonására. Képviselőtársaim, mi a szó? Van-e kérdés? Észrevétel a javaslat? Attila? Igen, lenne észrevételem. Először is hát köszönöm szépen, polgármester, hogy napirendre vetted. Valóban úgy van, ahogy írtad, hogy az SMS szerint sürgősségi indítványt rendkívülésre a polgármester tehet. Én még a régi szabályokra emlékeztem. De a lényeg az, hogy lehetőségünk van arra, hogy újra gondoljuk ezt a kérdést, ami városi szinten talán nem túl jelentős költségoldalára gondolok, de ugye a Pistályban élő embereknek azért ez egy nagyon-nagyon jelentős kérdés, hogy ez a kis szolgáltatásuk legalább meglegyen. Ugye ez egy egyszer határozattal már lezárt kérdés, de úgy gondolom, hogy mindenképpen új fejlemény, hogy
a lakosság aláírásgyűjtés keretében fordult a képviselőtestülethez. Én ennek egy részét leadtam a polgármester úrnak, amikor az első sürgősségi indítványomat elküldtem, és most kaptam a tájékoztatást, hogy további 106 aláírás van még a lakossági kérésnek nyomatékot adva, ezt át fogják adni majd polgármester úrnak a pistái lakosok. És talán egyfelől természetesen örülök ennek a határozati javaslatnak, másfelől viszont az a sürgősségi indítvány, amit én írtam, az ennek tartott egy kis kiegészítését. Én arra gondoltam, hogy megpróbálhatnánk esetleg, hogy ez a kis busz legalább napi két alkalommal, tehát egy reggeli, tehát iskolai alkalommal, illetve egy délutáni órában, ilyen 5-6 óra magasságában valamikor a felső pistái részt próbálja meg megközelíteni. Ugye erről szólt is a határozati javaslatom, majd esetleg módosító, illetve kiegészítő javaslatként szeretném feltenni. Tisztában vagyok az útviszonyokkal azon a területen, és hogyha esetleg a Fecske utcánál ezek a jelenlegi busztípusok, amik járnak, nem is tudnak fölmenni, de a Fecske utca előtt van egy olyan behajtó rész, ahol egy kis bővítéssel, és az tudom, hogy önkormányzati terület a busz meg tud fordulni, és akkor onnan visszafelé le tud jönni a Hortenzia utcán ugyanúgy. Ez egy nagyon nagy segítség lenne ahhoz, hogy a felső pistályban élők az intézményekbe eljuthassanak. Úgyhogy ezt a kiegészítő indítványt szeretném hozzácsatolni ezzel a javaslathoz majd. Köszönöm, van-e további hozzászólni? Akkor kérlek, mondd a kiegészítést. Én javasolnám azért, hogy közbülső döntésként szülessen meg az a javaslatrész, amit te hozzá szeretnél tenni. Nem szeretném együtt szavaztatni a határozat, az előterjesztésbe kiadott eredeti határozati javaslattal. Tehát meglégy szíves, hogy megfogalmazod, jó, és akkor szavazunk róla külön. Tehát a képviselőtestület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a felső pistály közösségi közlekedésbe való bekötését a Hortenzia utcán keresztül legalább napi két alkalommal, reggel iskolaidőben, illetve délutáni órában vizsgálja meg, és a képviselőtestület következő is a javaslatot kidolgozva hozzá. Ki egyetért vele, azt szavaz igennel. Három igen, egy nem, három tartózkodással. Testület nem fogadta el. Fölteszem az eredeti határozati javaslatot. Kérdezem, ki ért vele egyet. Aki egyetért, azt szavaz igennel. Öt igen, két tartózkodással a testület elfogadta. Köszönöm szépen, akkor visszamegyünk az egyes napirendi ponthoz. Köszönöm szépen a türelmüket. Egyetértési joggyakorlása a csupaszív képnyelvű óvoda intézmény vezetőjének megbízásához. HPB és PJB tárgyalt. A HPB véleménye. Gábor? HPB. Az eredetit. Támogatta az eredetit a HPB. Eredeti határozati javaslatot támogatta. PJB is támogatta, hogy távol van PJB-nek elnöke, alelnöke engedelmetekkel, akkor majd én mondom a PJB határozatait. A két bizottság, HPB és PJB is támogatta. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy ki az, aki a csupaszív kétnyelvű óvoda intézmény vezetőjének megbízásához egyetértési jogát adja. Ki egyetért vele, azt szavaz igennel. Hét igen, egy hangon fogadta el a testület. Kettes napi rendi pont. Fogyatékos személyek nappali ellátása, megállapodás megkötése Újbuda habilitációs központtal. HPB és PJB tárgyalt. A HPB véleménye. Módosított határozati javaslatot javasol. Törökbányváros önkormányzatának képviselőtestület 1, Budapest főváros 11 kerület Újbuda önkormányzat fenntartásában működő Újbuda habilitációs központtal 2014. július 21-től kezdődően 2015. december 31-ig tartó határozott időre szerződést köt. Az előterjesztés harmadik számú mellékletében foglaltak szerint. Második pont, az ellátásra vonatkozó 92/2012 harmadik önkormányzati határozatot az új megállapodás dátumával visszavonja, felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására. Felelős polgármester határidő folyamatok. Köszönöm szépen. PJB ugyanebben az értelemben foglalt állást, úgyhogy ugyanúgy a december, 2015. december 31-i határnap maradna meg. Képviselőtársaim, van-e kérdés? Észrevétel vagy javaslat van-e?
Ha nincs, akkor határozathozatal következik, akkor ezzel a pontosítással, illetve kiegészítéssel teszem föl szavazásra a kérdést. Kérdezem ki az, aki egyetért vele, egyetért, azt szavaz igennel. Hét igen, egy hangon fogadta el a testület. Hármas napi rendi pont, TTC átvilágításáról készült könyvvizsgálói jelentés bemutatása, támogatási szerződés módosítása, ugyancsak HPB és PJB tárgyalt. A HPB véleménye? Eredeti határozati javaslatot támogat. PJB véleménye? Annyi, hogy a B pontba egy kiegészítést fogalmazott a pénzügyi jogi bizottság, mely szerint a szerződésmódosítás csak akkor hajtható végre, ha a pénzügyi számviteli szabályzatok és a könyvelés megújítására a TTC részéről sor kerül. Én ennek megfelelően fogalmaztam meg a módosított határozati javaslatot a polgármesteri javaslatban forgatókönyvben. De van-e kérdés, képviselőtársaim? András. Szeretném itt is jelezni, hogy azt a bizottsági ülésen is már jeleztem, hogy határozottan ellenzem ezt a módosítását a szerződésnek. Azt gondolom, hogy egy olyan feneketlen zsákból kezd el az önkormányzat közpénzt tölteni, aminek nem sok értelme van. Azt gondolom, hogy személyi kifizetésekre közpénzt nem kellene, ha csak nem edzőknek a fizetéséről van szó, tehát játékosok fizetésére nem kellene közpénzből lehetőséget biztosítani. Én azt gondolom, hogy az amatőr sport támogatása lehet közfeladat. Minimális teljesítménnyel társuló, még akkor is, hogyha futballról van szó, teljesítményeket nem lenne célszerű közpénzből ösztönözni fizetéssel. Köszönöm szépen. Van esetleg további észrevétel vagy javaslat? Ha nincs, akkor a pénzügyi bizottság kiegészítésével teszem föl szavazásra a kérdést. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki elfogadja, azt szavaz igennel. Öt igen, egy nem, egy tartózkodással fogadta el a testület. Négyes napi rendi pont, döntés jogi képviselet ellátásáról Tükörhegy 4 perrel kapcsolatban PJB tárgyalta, az eredeti határozati javaslatot tárgyalta. Képviselőtársaim, van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat? Én most elolvasnám a határozati javaslatot, mert egy picit stilizáltuk az eredeti kiadott határozati javaslathoz képest, illetőleg egy picit kiegészítettük, és csak utána szavaznánk róla. Tehát Török Bálint város önkormányzatának képviselő testülete egy. Utólag hozzájárul ahhoz, hogy a Sikon és Binui RLD Substancia Kft. Által a Tükörhegy 4 terület építési szabályainak változása miatt kezdeményezett kártérítési perben Török Bálint város önkormányzata elsőrendű alperest és Tura István másodrendű alperest a Kádár Balázs ügyvédi iroda képviselje. 2. Tudomásul veszi, hogy a szoros határidő miatt Kádár Balázs ügyvédi iroda ellenkérelmet nyújtott be. Az ellenkérelm tartalmát a képviselőtestület megismert és utólag jóvá hagyja. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Kádár Balázs ügyvédi irodával a per vitelével kiegészített megbízási szerződés aláírására. A Kádár Balázs ügyvédi iroda aláírási díja megegyezik a 2011. március 7-én kelt megbízási szerződésben szereplő díjjal. Felelős polgármester, határidő 1 munkanap. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki egyetért, azt szavaz igennel. Hét igen, egy hangon fogadta el a testület. Hatos napi rendi pontok, ingatlan ügyek, a napi rendi pont, az úgynevezett levendulás területén fekvő 80-29-től 80-83 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati hasznosításáról és besorolásáról szóló nyilatkozat. VFKB PJB tárgyalt, a VFKB véleményem is én. Bizottságunk kiegészítéssel támogatta az eredeti határozati javaslatot. A kiegészítések az alábbiak. A bevezető fejezetben kiegészítettük úgy, hogy a komplet helyrajzi számi körben legyen minden 74 ingatlan, tehát a 8005 per 1-től a 8083-asig. Az egyes pontban a nyilatkozatot pontosítottuk azzal, hogy az ingatlan nyilvántartás szerint volt zárt keti, jelenleg mezőgazdasági ingatlanokról van szó. Valamint egy új hármas pontot javasoltunk,
tehát javasoltuk, hogy kerüljön kiküldésre egy újabb levél az NFS részére az alábbi elvi tartalommal. Ismételten rögzítjük, hogy 2009-ben az M0 útgyűrű déli szektorának 2,8 és 9,4 km szelvények közötti szélesítésű munkálatainak megvalósíthatósága érdekében önkormányzatunk levette a helyi védelmet az érintett erdőterületről. Ez 322/2009-es határozatunk volt. Cserébe kérte az erdő városfelőli határa menti állami tulajdon volt úgynevezett levendulás mezőgazdasági kiskertek, amelyek 2011-ig voltak bérbeadva, erdősítését. Erre vonatkozóan az MNV egyetértő nyilatkozatot tett, MNV 360/22/0/2009-es iktatószámú levele. Ennek megfelelően értetlenül állunk az NFS 2014. április 4-én kelt, volt bérlők számára küldött megkereséssel kapcsolatban, amely alapvetően ellentétes az önkormányzat és a NIF, illetve az MNV közötti egyességgel, amely az erdősítési célt elfogadta. Köszönöm. A PEB ugyanezt a határozat kiegészítést, illetve módosítást fogadta el, tehát amit a VFKB elfogadott, illetve ami is előbb elmondott. Van-e kérdés, képviselőtársaim? Észrevétel vagy javaslat? Nincs, egy pontosítást fogok majd még kérni. A hármas pontban, ahol ez a beszúrás van, itt szerepel egy 322/2009-es önkormányzati határozat, azt majd pontosítani kell dátum szerint, azt majd nézzétek meg, jó? Tehát ott akkor a 322/2009, én úgy emlékszem, hogy ez 2009. szeptember 9-én volt, hát annak egy pontos megnevezése fog szerepelni akkor a határozatban. Képviselőtársaim, kérdezem, kiért így egyet a kiegészített, pontosított határozati javaslattal, aki egyetért, azt szavazzon igennel. Hét egy hangon fogadta a testület. 6B napi rendi pont, Török Bálint Kerekdomb és környéke állami tulajdonú ingatlanainak önkormányzati hasznosítása, illetve vagyonkezelésbe igénylése. VFKB PJB tárgyalt a VFKB véleménye. Bizottságunk az eredeti határozati javaslatot támogatta. PJB is az eredetit támogatta. Van-e kérdés, képviselőtársaim? Észrevétel vagy javaslat van-e? Ha nincs, akkor a bizottságok által támogatott eredeti határozati javaslatról szavazunk. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki egyetért, azt szavazik ennál. Hét igen szavazattal egy hangon fogadta a testület. 6C napirendi pont. A 097/54-es helyre számú ingatlan felajánlása megvételre VFKB PJB tárgyalt a VFKB véleményem is. Bizottságunk az eredeti határozati javaslatot támogatta, tehát mi is azt mondjuk, hogy nem kívánunk vásárolni. PJB ugyanezt. Van-e kérdés, képviselőtársaim, észrevétel vagy javaslat? Ha nincs, akkor a bizottságok által támogatott eredeti határozati javaslatról szavazunk. Aki egyetért vele, azt szavaz igennel. Hét igen, egy hangon fogadta a testület. Hetes napirendi pontok, beruházások, fejlesztések, feladatok, 7A szabadságtéri csapadékcsatorna módosított nyomvonalon történő megépítése, VFKB és PJB tárgyalt a VFKB véleménye. Bizottságunk az eredetileg 2 pontos határozati javaslatot másik 2-vel javasolja kiegészíteni, ezek így szólnak, 3. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy vizsgálják meg a tervezői felelősség kérdését, ennek függvényében a felmerült költségek áthárításának lehetőségét. 4. Felkéri a jegyzőt, hogy közbeszerzési eljárás lehetőségét vizsgálja meg, és az építkezés 2015 évben folytatódjon. Köszönöm, PJB ugyanezt a határozatot fogadta, tehát a VFKB által hozott kiegészített határozati javaslatot fogadta el. Van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat, képviselőtársaim? Pontosítást tettünk a 4-es pontba, hogy felkéri a jegyzőt, hogy gyors lefolyású közbeszerzési eljárás. Egy jelző még beszúrásra került. Ennyivel kiegészítve teszem föl szavazásra a kérdést. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki egyet ért, szavazzon igennel. Hi.
hét, igen, egyhangon fogadta a testület, 7B napi rendi pont, Dióskerti játszótér fejlesztése, VFKB és PEB tárgyalt a VFKB. Eredetit támogattuk. PEB is az eredetit támogatta. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat? Attila? Nekem tulajdonképpen csak két dolog. Az egyik, hogy nem lesz zsúfolt az a játszótér, most nem a két padra gondolok, hanem inkább arra a mászóeszközre. A másik meg az árán egy kicsit elültem. Ugye 2.300.000 telepítéssel együtt csak a mászóka. Meg a két padot is sokkalom 250.000 forintért. És úgyhogy még akkor azt a városgondnokság telepíti. Akar erre valaki válaszolni, tudtok esetleg, kell erre valami? Biztos, hogy nem lesz zsúfolt, mert ezt kimértük, ezt megvizsgálták részleteiben, hogy ez ott bőségesen el fog tudni férni, hát hogy most drága vagy sem. Van erre vonatkozóan alátámasztó információ hivatal részéről? Kaptunk árajánlatot a mászókára. Azt azért választottuk ki, mert elég sokféle típusú mászási lehetőséget biztosít, és elég kevés játék van ebben a játszótérben, így próbáltunk egy ilyen több funkciós mászókát választani. A két padnál pedig egy nagyobb összeget határoztunk meg, természetesen a legolcsóbb árajánlatot fogjuk elfogadni, olyan 150.000 forintnál szerintem biztosan nem lesz több. Nekem is megakadt a szemem a padok árán, kimentem és megnéztem a jelenleg kínlevő padokat, és olyat, ami illeszkedik ehhez, az valóban ez a legolcsóbb, ami kín van, hogyha nem a jelenlegiekhez kellene illeszteni, hanem ilyen ez a cirkalmas, hengeres, öntött vas izél, ami sokfelé van a utcabútorként a városban telepítve, meg talán a szanatórium parkjában is van, olyat lehet körülbelül 60.000 forintos áron kapni, csak az nem illeszkedik a többihez. Ez nyilván egy ilyen szépészeti kérdés, hogy most hasonló legyen, mint ami már van, vagy sem. Gondolom ezért lehet beírva ez össze. Köszönöm szépen. Köszönöm. Attila? Annak idején, mikor a Dióskerti játszóteret csináltuk, nem tudom, talán 2009 magasságában körülbelül, akkor egy kifejezett cél volt, hogy oda egészen kicsi gyerekeknek legyen játszótér. Egyszerűen a terület jellegénél fogva, ugye a suhancoknak az igényeit méretében ez nem tudja kielégíteni. Tehát én azért remélem, ez a mászóka, hogy ez alkalmas arra mondjuk, hogy ilyen 2-3-4 éves korosztályú gyerekek tudjanak ezen mászni. Hát a fotóból ítélve nekem legalábbis vannak ebben kapcsolatban fenntartásaim, tehát abból a szempontból is meg kell érzni, hogy egyáltalán hogy illeszkedik hozzá a játszótérnek a abszolút kisgyermekes, tehát bőven 10 évvel alatti gyerekekhez mért profiljához. Képviselőtársaim, esetleg további észrevétel vagy javaslat? Csak a bizottságok által támogatott eredeti határozati javaslatról döntünk. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki elfogadja, azt szavazzon igennel. Itt igen szavazattal fogadta el a testület. 7C napi rendi pont. Javaslat a Bálint Márton általános iskola és középiskola törökbánti sportközpont néhány terme árnyékolásának megoldására. A VFKB és PEB tárgyalt a VFKB. Bizottságunk kiegészítéssel támogatta a határozati javaslatot. Egy harmadik pontot javasolunk. Ez így szól. A bizottság javasolja a képviselőtestületnek, a hivattal vizsgálja meg az árnyékolással, sötétítéssel kapcsolatos előzményeket. Kerüljön kivizsgálásra az eredeti tervezési program, vagy az iskolák tervezési előírásai, vagy az OTÉK nem teszik-e kötelezővé a megfelelő sötétítést egyes helységekben. Amennyiben a sötétítés lehetősége kötelező feladat lenne, úgy garanciás igényként tegyen a polgármester bejelentést az állam által megbízott cég, KFT, ZRT, illetve a kivitelező felé. Szóval a PEB ugyanilyen értelmű kiegészítéssel, tehát ugyanezzel a kiegészítéssel fogadta el, illetve javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat? Nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel, amit Misi az előbb elmondott, és a PEB támogatott, teszem föl szavazásra a kérdést, kérdezem, ki ért vele egyet. Egyet ért, azt szavaz igennel.
7 igen szavazattal egy hangon fogadta el a testület. 7 dén napi rendi pont Bálint Márta Általános Iskola és Középiskola Törökbálinti Sportközpont élménymedencéjének és második ütemének bemutatásán, bemutatása VFKB és PJB tárgyalt a VFKB. Bizottság nem tudott érvényes határozatokat hozni, mindkét javaslatot, az eredetit és az ott fölmerültet is elutasította. PJB, az eredeti határozati javaslat két, tehát a római egyes és római is kettes pontját fogadta el és javasolja elfogadásra a testületnek. Van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat, Misi? Nekem volt ott a helyszínen egy komplett határozati javaslatsorom, amit az motivált, hogy sajnos itt egy pótcselekvésben vagyunk a vizes ügyekben. Én most visszalapoztam 2009. június 24-ére, amikor egy összevont bizottsági ülés volt, ahol három bizottság tárgyalta a projektet, az akkori iskola és sportközpontot, és akkor én már javasoltam, hogy hát egy kültéri strandmedence, mert a strand szó a lényeg, a strandmedence is kellene. Tehát az, hogy a tornacsa vagy a csarnokba, úszócsarnokba van egy úszóknak való medence, az kevés, tehát kellene strandmedence. Na most akkor azt a három bizottság nem támogatta, így nem került el a programba. Most ugye ezt próbáljuk újra előhozni. Én nekem csak az a gondom, hogy megint nem az a úgynevezett strandmedence akar jönni, hanem az élménymedence, ami egész kis gyerekek számára készül. Ezt én már lecsekkoltam a szodavezető, és azt mondták, hogy gazdaságilag ez feltétlenül kellene ez a lépés. Én csak azért javasoltam a következő lépésként, hogy akkor az úgynevezett strandmedence is jöjjön, ami nem úszóknak való eredendően, de lehet benne úszni. Tehát olyan vízmérsék, hogy mondjuk fél métertől másfél méterig legyen benne a mélység, és akkor ugye az vonzaná azokat az embereket, akik nem feltétlenül akarnak benne a medencébe, a 220-as medencébe úszni, mert talán nem is tudnak biztonsággal, meg zavarnák az úszókat. Ez a strand erre lenne jó. Most ezt próbáltam elérni. Na most az a gondom ezzel a határozatjavaslat részsel, mert ugye itt külön foglalkozik a római egyes fejezetben a vízes ügyekkel, és külön az egyéb sporttevékenységekkel, hogy nem utal arra ez a engedély, építési engedély, hogy ezzel a régit módosítanánk. Szóban elhangzott a helyszínen, hogy tulajdonképpen él az építési engedélyünk az egész projektre, tehát még nem járt le az építési engedély, és most kvázi módosításként ennek itt nyomát nem látom, nem tudom mi az oka, de én ezt így keveslem. És tulajdonképpen az a medence, amit én javasolok, az nem okozna terhet, hanem csak prognosztizálná a fejlesztés irányát. Tehát először megvalósul ez a kis élménymedence, és utána, ahogy lehetőségénk engedik, úgy készül el a másik is, mert igazán az vonzaná strandszerűen ide az embereket nyáron. Na most a másik fejezet rész a nagy futballpálya és környezetére készült koncepciót vagy vázlatterv. Hát nekem az a bajom, hogy ez már nagyon elkarfiolosodott, hogy úgy fejezem ki a magamat, szóval ebben már aztán minden van. Én szeretném, hogyha az eredetire tudnánk visszatérni, ami 2009-ben volt. 2009-ben azt is megnéztem, visszalapoztam a 2009-es anyagba. Ott az volt, hogy egy 50-100 méteres műfőves pálya épített lelátóval, világítással, de nem komplett atlétikával, hanem csak futókör. Ennyi szerepel benne. Na most ez jóval nagyobb. Tehát egy komplett atlétikai stadion gyakorlatilag, amit szerintem nem bírunk, és a helyi igények se támasztják a szerintem alá. Most igaz, hogy ez csak egyelőre csak egy tanulmányterv készítésére ad lehetőséget, de hát ugye az is annak is a vetítem, az árának a vetítési alapja komplett projekt. Tehát egy drágább tanulmányt fogunk ezáltal készíteni, és szerintem ez a projekt nem csak az atlétikának a teljessége miatt, hanem a vele került vívó, judó, birkozó csarnokokkal, meg hát ami következik itt a pálya környékén, zajvédő falak, meg egyebek, több mint 800 öltöző. Szóval extra nagyságú projekt ez, ami szerintem nem a mi kategóriánk. Igaz, hogy most még valami pályázati pénzzel számolunk,
ez lényegesen több, mint amit itt 2009-ben szeretünk volna elindítani. Köszönöm. Hivatal. Az engedélyezési eljáráshoz szeretnék egy pár gondolatot elmondani, hogy jelenleg az építési engedélyben második ütemként szereplő tervdokumentációban nem szerepel a külső élménymedencének a terve. Tehát a határozati javaslatban megfogalmazott építési engedély kétféle módon lehetett. Egyik az, hogy egy új engedélyezési eljárás keretében önálló építési engedélyt kap a medence, és akkor teljesen független a második ütemépítési engedélyétől, és akkor nem szükséges ütemezni magát az engedélyt a jelenlegi második ütem, illetve az élménymedence, hanem akkor önállóan tud működni, és akkor önállóan kérhető használatba vételi engedély az élménymedencére. Tehát szerintem a határozati javaslatban megfogalmazott építési engedély az korrekt. Köszönöm. Ez pontosítható, hogyha azt mondjuk, hogy felkéri a polgármestert, hogy az építési engedély módosítását, valamint a vízjogi létesítési engedély megszerzése érdekében az eljárásokat indítsa el. Én híve lennék annak, hogy a most is meglévő építési engedélyünk módosítására kerüljön sor. És én értettem azt, amit a VFK bűlésem is elmondott, a második ütem, hát hogy mondjam, karfiolosodásáról. Viszont a jelenleg hatályban lévő és még érvényes építési engedélyünk az egyébként ahhoz közelít, amit Michel egyébként megfogalmazott. Ugyanakkor nem zárható ki az, hogyha olyan helyzet adódik, hogy további dolgokat is el tudunk ott rendezni, akkor egy újabb módosítására kerüljön sor ennek a meglévő építési engedélyünknek. Attila? Most itt az egyes, meg a kettes pontban a határozati javaslatnak, amit a forgatókönyvben tettél, ugyanarról a belső jacuzziról és ugyanarról az élménymedencéről van szó? Nem. A római egyes az csak arról szól, hogy egyébként ugye a testület korábbi döntései alapján megterveztettük ezzel a KAS Design Kft-vel azt a Piskota alakú külső medencét. Ennek a sorsáról szól az első rész, arról, hogy akkor indítsuk el a építési engedélymódosítását. A második rész az már túlmutat ezen, az azt fogalmazza meg, hogy hát koncepció szinten el tudjuk képzelni azt, hogy akkor ezek a dolgok valósuljonak meg a sportközpont második ütem, tehát a külső részeknek a tervezésére, de ezzel kapcsolatban, mint egyébként az első pontban érintett kiviteli tervek tekintetében is már a következő ciklusra halasztjuk a tényleges döntést. Van-e esetleg további? Hát én ennyi módosítással tenném föl a szavazásra a kérdést, hogy akkor az egyes, római egyes pont egyes pontjába a szöveg az úgy szól, hogy felkéri a polgármestert, hogy az építési engedély módosítását, valamint vízjogi létesítési engedélyt, és akkor így pontos és tiszta a kép. Kérdezem, ki ért vele egyet, aki elfogadja így a római egyes és kettest egyszerre egy szavazásban, azt szavaz igennel. Öt igen, két tartózkodással fogadta el a testület. Hetes elnapi rendi pont, Péli Föld Örökzöld Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosítása, PEB tárgyalta, és az eredeti határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat, képviselőtársaim? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a bizottság által támogatott eredeti határozati javaslatban megfogalmazottakat? Hat igen, egy tartózkodás ment fogadta a testület. 7F napi rendi pont javaslat Bajcsy-Zsilinszky út bevezető szakaszán a 19-10-es helyről számon található önkormányzati tulajdonban álló épület felmérés és felújítása. VFKB, PEB tárgyalt a VFKB. Bizottságunk az eredetit támogatta. A PEB is ezt tette. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat? Nincs, csak a bizottságok által támogatott eredeti határozati javaslatról döntünk. Kérdezem, ki az, aki ezt elfogadja. Elfogadja, igennel szavazzon.
7 igen, egy hangon fogadta el a testület. 8-as napi rendi pont, beszámolók, tájékoztatók, beszámoló a Télvegyár utcai utca közvilágítást és kommunális áramot biztosító oszlop sorának korrekciójáról VFKB és PJB tárgyalt a VFKB véleménye. Az eredeti határozati javaslatot támogattuk. PJB is azt tette. Van-e kérdés, képviselőtársaim? Észrevételem javaslat. Nincs, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki a bizottságok által támogatott eredeti határozati javaslattal egyetért. Egyetért, azt szavaz igennel. Hat igen szavazattal egy tartózkodás, mert fogadta el a testület.